Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Csak úgy mondanám, hogy van egy logikus dolog, teljesen logikus. Van az embernek egy immunrendszere, ugye erről mindenki már hallott, és az véd meg minket a betegségekkel szembe. És akkor lehet ugye kétféleképpen, tehát az immunrendszer, illetve mielőtt ezt a kétféleképpen gondolatot elkezdeném, tehát az immunrendszerünk úgy működik, hogy olyan betegségeket, amit már felismert, hogy ismerhet föl egy immunrendszer betegségeket? Hát úgy, hogy szembe került vele, és mondjuk átesett rajta. A másik úgy, hogy beoltották, és akkor ezáltal felismertetik a szervezettel azt a betegséget. Tehát ez a kétféle módja van, tehát most olyan betegségről van szó, amivel még nem találkozott. Oké? Tehát nem olyanról, amivel sokszor találkozott már, hanem amivel nem. Tehát egy új betegség, azt így ismeri föl az immunrendszer, hogy vagy átesett rajta, tehát megtanult ellene védekezni, vagy úgy tanult meg védekezni, hogy rákényszerítették oltás révén, hogy védekezzen. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy megállapított tény az, és ha bárki ezzel szemben mást mond, akármilyen szakembernek vallja magát, hazudik. Tehát, ha egy szervezet átesett egy betegségen, akkor egy következő ugyanolyan betegséggel szemben sokkal hatékonyabban tud védekezni, mint amelyik ilyen külsőleg lehet rákényszerítve mondjuk oltás révén. Oké? Tehát nem azt mondom, hogy az oltás nem használ, tehát félre ne értse senki, csak ha valaki átesett, az avval megtanulta kezelni teljes egészében, mert ugye megbetegedett. De azt is érdemes tudni, hogyha valaki kap oltást, és a betegség, ez, vagyis a szervezet ezáltal az immunrendszer ugye elkezdi felismerni a betegséget, és elkezd ellene küzdeni, ez energiát visz el a szervezettől, és nem megbetegszik, csak legyengül a védekező képessége. Tehát amikor valakit beoltanak bármilyen oltással szemben, akkor, vagyis nem oltással szemben, bármilyen betegséggel szemben beoltanak, akkor abban az időszakban, amíg a szervezet felismeri és küzd az ellen a baktérium vagy vírus ellen, amit bevittek a szervezetébe oltóanyaggal, ugye az kisebb mennyiség, mint mikor az ember megbetegszik, de mégis küzd ellene, akkor mivel éppen egy olyan stádiumban van, hogy dolgozik a szervezet, és le kell küzdeni azt a betegséget, olyankor a szervezet könnyebben megbetegszik. Tehát ez olyan, mint mikor beteg vagy, akkor könnyebben kapsz betegséget. Érted? Nyilván, ha beteg vagy, akkor könnyebben kapsz egy másik betegséget is el, mint ha mondjuk oltást kap az ember, mert oltás révén ugye sokkal kisebb mennyiségű
baktérium vagy vírus kerül a szervezetbe, meg ilyen legyengített baktériumokat meg vírusokat oltanak be az emberekbe, és ezáltal ugye kevésbé problémás a szervezetnek, mint mondjuk egy betegség, de kell akkor is dolgoznia, ha oltást kapott valaki, kell akkor is dolgoznia, ezért csinálták mindig az oltásokat úgy, hogy kizárólag járvány előtt oltottak. Soha nem oltottak régebben járvány idején. Mert ha járvány idején oltanak, maga az oltás valamilyen szinten legyengíti az immunrendszert, és az illető beteg lesz attól a járványtól, megbetegszik, hiába beoltották. És akkor gyakorlatilag, ha gyengébb az immunrendszer az illetőnek, kapott egy beoltott ugye baktériumot vagy járványt, tehát attól függ, mivel szembe oltanak, és plusz még a szervezetet is megtámadja. És ezzel szemben egy gyenge immunrendszer már nem biztos, hogy tud védekezni. Vagy például ugye úgy csinálták az orvosok régen, hogy beoltottak mondjuk kanyaróval szemben valakit gyerekkorában. Akkor ugye azt mondták, hogy lehetőleg ne vigyék őt még iskolába, mit tudom én, hány napig. Érted? A oltás után. Azért, mert hogyha beoltanak valakit, és bekerül bármilyen tehát baktérium vagy járvánnyal kapcsolatos, tehát nem járvány, hanem vírussal kapcsolatos dologgal beoltanak valakit, akkor bekerül a szervezetébe ugye az a baktérium vagy az a vírus, és akkor egy ideig fertőz is. Nyilván nem annyira, mint egy olyan ember, aki elkapta a betegséget. Nyilván nem annyira, de fertőz. Tehát, hogyha ez egy fertőző betegség, az a baktérium vagy az a vírus, akkor a beoltást követő valamennyi ideig, pár napig, egy-két hétig az illető fertőz, mert a szervezetében ott van a baktérium, és még nem védekezett vele szemben a szervezet. Világos ez? Mert amikor már a szervezet kezeli a vírust vagy a baktériumot, és megszünteti, akkor utána már nyilván nem fertőz az ember. De ez ugyanolyan egy betegség után, vagy egy oltás után. Tehát ezért eléggé fura az, ami itt a világban történik. Gondoljátok végig. Végig oltottak járvány alatt. Érted? Én beszéltem egy doktornővel, és azt mondta, hogy soha életben nem oltottunk járványkor. Soha. Járvány előtt. Tehát az összes, tehát a koronavírus, ugye ez a Covid betegség, ez leginkább az influenzához hasonlít. Tehát mondhatjuk azt, hogy az influenzának egy testvére. Tehát ugyanúgy légúti, és ugyanúgy vírus, stb. Stb. Tehát nagyon hasonló maguk a tünetek is az influenzához. És ugye az influenza járványokkor is, ha megnézed, mindig úgy oltottak, hogy még a járvány előtt. Tehát ha járványkor oltanak, annak az a következménye, hogy még több lesz a beteg. Értitek? És ezt, mintha az orvosok nem tudnák, vagy parancsba kapták, és pénzért elfelejtették a hippokratészi esküt. Mert jó pénzt kapnak, hogyha oltanak.
vagy mert nem lehet azt mondani, hogy hát azt tanultuk meg, azt csináltuk, hogy járvány előtt oltunk, járványban nem, én nem oltok ilyenkor. Hát ugye most már elég nehéz azt mondani, hogy nem, mert katonai vezénylés alatt állnak az egészségügyi dolgozók. És gyakorlatilag olyan, mintha katonák lennének, sőt, igazából azok is, és lehet nekik parancsolni. Tudod, mikor dolgoznék én olyan munkahelyen, ahol parancsolgatnak nekem? Soha. Ha nekem egy főnököm még régen volt, mikor én munkahelyen dolgoztam és parancsolgatott, simán összevesztem vele. Jó, lehet, hogy utána nem sokáig dolgoztam ott, nem azért, mert kirúgtak, egyszer se rúgtak ki semmilyen munkahelyről, hanem azért, mert felmondtam, mert azt gondoltam, hogy parancsolgassanak az anyjuknak. Világos? Tehát kérni lehet, parancsolgatni azt meg felejtsék el. Na ezért volt gondjaim a katonaságnál, gondoljátok végig, mert ott bizony parancsolgattak. És ezért komoly gondjaim voltak a katonaságon, ezért ugye 7 hónappal hamarabb le is szereltek, mint amennyit kellett volna. Nem azért, mert ügyes voltam, hanem azért, mert egyszerűen belebetegedtem abba, hogy parancsolgatnak. Érted? És a betegség, tehát olyan betegséget generált a szervezetem, ami miatt fogtak, ezt leszereltek. És egészségügyileg alkalmatlannak, tehát egészségügyileg alkalmatlannak minősítettek. Tehát az azt jelenti, hogy még hátországvédelemnek se vagyok jó. De hát az a helyzet, hogy egy olyan betegség volt, ami igazából nem is egy betegség volt, mint utólag kiderült, sok évre rá, hanem egy állapot, egy olyan állapot, ami akkor merült fel a katonaság alatt. És azóta volt többször, de ennek megvan az oka. Tehát mondom az okát. Nem tudom, hogy álltok a vízfogyasztással. Ugyanis a vízfogyasztás hiányának, van egy tartós hiányának, van egy olyan következménye, márpedig a seregben ugye olyan túl sok vizet nem lehetett fogyasztani, mert hát nem, mikor az ember megszomjazott, nem mondhatta azt, hogy mennem kell inni. És ugye az a kulacs, az meg sok mindenre nem volt elég, mert talán volt egy literes, ha volt annyi. Szóval lényeg az, hogy és ugye ráadásul a kiképzésünk az nyáron kezdődött, és az egész szeptember az tök meleg volt. Na most szóval nem tudom, hogy álltok a vízfogyasztással, mert a vízfogyasztásnak hiányának van egy olyan következménye, mondom főleg az időseknek, akik nem nagyon érzik már, hogy szomjasak. A vízfogyasztás hiányának nem csak a bőrön megmutatkozó, tehát vízfogyasztás hiányának nem csak a bőrön megmutatkozó következménye van, hogy a bőr az kiszárad, ráncosodik, stb. Hanem olyan is, hogy a kevés víz miatt kiszáradnak az ízületek, lecsökken a térfogatuk, és ezáltal tehát az ideget becsípik. És elkezd baromi mód fájni az ízület. Ez mindenhol fájhat, ahol ízületed van. Ez lehet térd, boka, vál, kar, csípő, gerincben ugye a csigolyák közt a porcok. Tehát ahol porcok vannak benned, ott mindnek víz kell. És ha nincs elég víz tartósan, akkor a porcokból elfogy a víz. És mivel kevesebb víz van bennük, mondom, a porcoknak, a csont nem így működik, de a porcnak kell a víz, tehát magának a porc anyagnak kell a víz, és ha nincs elég víz a szervezetben, a térfogata minden porcnak elkezd csökkenni, és ahol leginkább van a csökkenés, ott becsípi az idegszálat.
És ha ez tartós, mert nem pótlod a vizet, akkor izomsorvadást tud előidézni. Oké? Ha olyan ideget csíped be, ami befolyásolja az izmok működését, izomsorvadást idézhet elő. Na nekem ez volt a selejtben. És lényeg az, hogy hosszú évek múlva jöttünk erre rá, hogy ez az volt, és hát gyakorlatilag azóta sokkal jobban figyelek a vízfogyasztásra, mint egy átlagember. És ezt most csak tanácsként mondom, hogy mennyire fontos szerepet játszik az ember életében a víz, és miért van annyi ízület is problémás ember, főleg ahogy idősödnek. És akkor ugye mit hantáznak sok esetben megint csak az orvosok? Hát hogy elkopott. Mert ugye azt látják, hogy kisebb. És akkor nem azt látják, hogy hát mert nincs benne víz, vagy nincs elég víztartalma, nem. Hanem ugye mivel ezt tanulták, hogyha kisebb az ízület, akkor elkopott. Ugye nekem úgy derült ki, hogy ez a tudjátok, így beviszi egy kocsi egy ilyen izébe az embert, egy ilyen sína, hogy hívják ezt? Emerin. Így van, Emerin derült ki. Így van. Tehát egy ilyen emeri vizsgálaton derült ki, nem a katonaságra, akkor még ilyenek nem voltak, hanem mit tudom én, egy 5-6 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt, hogy miért fáj úgy a vállam, érted, hogy semmi nem segít. Semmi gyógyszer, semmi, aludni nem tudtam éjszaka, és senki nem tudta miért, és ezért ugye elküldtek gyorsan, emerire megnézték, és vízhiány. És onnan a 2 nap alatt elmúlt az olyan fájdalom, érted, hogy majd beleőrültem. 2 nap alatt. De hogy? Hát úgy, hogy megittam naponta kb. 5 liter vizet. És 2 nap alatt elmúlt az összes fájdalom. És mondom, semmilyen, a legerősebb fájdalomcsillapítók sem segítettek. Na most, lényeg az, hogy, és megnézed, furcsa mód, ugye idősek esetében van az, hogy a, ugye nekem mondjuk ott már 20 évesen a seregbe, a vízhiánynak következtében, de általában az emberek idősként. Mert miért? Mert idősebbként az emberek nem a nagyon akarnak inni. Ennek különböző oka is vannak, például mert akkor pisilni kell. és hát nem isznak, és akkor csodálkoznak, hogy csökken a térfogata az ízületeinek, és becsípődnek az idegszálak. És onnantól kezdve mindenféle egyéb problémák tudnak jönni, és maguktól nem fognak rájönni, mert a doktorok sem tudták, mi a bajom. Tehát professzorok vizsgáltak annak idején, és nem tudták, mi a bajom, érted? És ez emerin derült ki. Na most gondoljátok végig, hogy vízhiány miatt, vagy ízületi probléma miatt, ízületi fájdalmak miatt hány embert küldtek már emerire? Nem sokat. Mert simán rá lehet fogni, kopás, kész, el van rendezve. És közben egy mezei vízhiány. Érted? Na szóval, hát ennyit az egészségügyről, hogy olyan dolgokat csinálnak, vagy mondanak, érted, ami nem teljesen úgy van. Oké? És hát itt vagyunk egy olyan világban, amit pénzért az emberek, ahogy szokták mondani, megizélnék az anyjukat. Nem? De szó szerint. Na most ezzel kapcsolatban hagyd mondjak egy-két dolgot, ha már ez eszembe jutott, hogy egy olyan képzésünk van, mert olyannal foglalkozunk, hogy képzéseket tartunk.
milyen képzéseket, majd beszélek róla, jó? Ahol az ember megtanulja az ezekkel való bánásmódot. Tehát ilyen képzéseket tartok. És na, közben elfelejtettem, mit akartam mondani, mert ebben foglalkoztam. Mi volt az utolsó gondolatom? Hogy a képzéseket tartunk az előtt? Emlékeztek? Nem? A legutolsó gondolat. Jó, pénzért, persze, így van. Igen, köszönöm szépen. Tehát, ugye én is úgy voltam addig, míg nem tanultam, hogy hát mert mit tanult az ember gyerekkorában? Ha minél többet dolgozol, annál több pénzed lesz. Nem ezt tanultam? Nem? Hát szerintem az emberek többségének ezt tanították, hogy minél többet dolgozol, annál több pénzed lesz. Nem, nem így működik. Nem, ez úgy működik, hogy minél többet használod ezt itt belül, annál több pénzed lesz. Érted? Elég jól látom ezt, mert körülbelül 30 éve ugye foglalkozok emberekkel. Tehát saját csapaton belül. Na most onnantól kezdve ugye sok mindent megtapasztaltam, hiszen több százezer emberrel foglalkoztam közvetett módon, közvetlenül persze nem ennyivel, hanem sokkal kevesebbel, de lényeg az, hogy elég nagy tapasztalatom van az emberekkel való, tehát az emberek működése terén. És óriási tévedés az, hogyha minél többet dolgozol, annál többet, több jövedelmed lesz. Na most ezáltal ugye mit csinálnak a legtöbb ember, beleértve a vállalkozókat is természetesen, hogy minél többet dolgoznak, vagy dolgoztatnak, hogy annál több pénzük legyen. Tehát ez nem így működik. Azért van ez a szürke állomány itt belül, hogy használjuk, nem? De ezt nem tudjuk használni, hogyha nincs olyan tudás ebben itt belül, amit a mindennapokban tudunk használni. Mert az ember úgy működik, hogyha mindennapokban ezek nem működnek, ezek a 10 terület közül bármelyik nem működik, akkor annak a negatív hatása kihat más területekre is, és az ember elkezd azáltal, hogy vannak problémái ezeken a területeken, elkezd hát bénán viselkedni az életben. Tehát ami azt jelenti, hogy hiába próbálna gondolkodni, nem tud. És ha megnézzük, ezt most nagyon látni itt az elmúlt 2 évben, sokkal jobban, mint eddig valaha, hogy egyszerűen az emberek olyan problémákat kaptak kívülről, amit lerontotta a hangulatukat, és ezáltal nem tudnak úgy gondolkodni, és az életük egyéb területén is elkezdenek hibákat létrehozni. Na most, ha az embernek van tudása arra vonatkozóan, hogyha jön egy probléma, mit kell vele kezdeni, akkor az embernek az nem probléma, hanem feladat. Világos ez? Én azt, hogy probléma a saját életemben, én az körülbelül 25 éve nem tudom, hogy mi az. Érted? Pedig szerintem, ha problémaként nézünk egy feladatot, akkor biztos, hogy többet kaptam, mint legtöbbötök. Az Hozier. Tehát egészen biztos. És hát már csak azért is, mert vezetőként működök 27 éve. 27? 28. 28 éve.
és a vezetőknek általában több gondjuk, bajuk van, mint a nem vezetőknek. De ez nekem nem gond volt, mondom, több mint 25 éve, hanem feladat. Miért? Mert én már elkezdtem azelőtt foglalkozni olyannal, hogy hogyha az ember kap egy problémát, akkor mit kellene vele kezdeni? Tehát a legtöbb ember mit kezd egy problémával? Rágódik rajta, nem? És mit csinál még ezen kívül? Hát azt csinálja, hogy mérgelődik, hogy miért kapott problémát. Tehát, hogy miért pont ő kapta azt a problémát. És ha az ember nem jól áll hozzá egy problémához, mert mérgelődik azon, hogy miért pont ő kapta, miért ilyen szerencsétlen, stb. Stb., akkor megint csak az van, hogy elromlik a hangulata, és képtelen gondolkodni. És valahogy nekem már a 90-es évek elejétől úgy működött, hogy valami oka van annak, hogy én kaptam, nem véletlen lehet, ezáltal nem romlott le a hangulatom, és tudtam gondolkodni. Mert ha az embernek leromlik a hangulata, akkor elfelejt gondolkodni, de szó szerint, értsd. És ha egy ember nem gondolkodik, akkor hogy oldja meg a problémáját? Sehogy. Vagy legalábbis rosszul. Szóval a lényeg az, hogy az emberek rosszul gondolják például azt is, hogy hogy kell pénzt teremteni. Tehát az emberek egy része azt gondolja a pénzteremtéssel kapcsolatban, hogy minél több embert becsapok, átverek, átvágok, annál több pénzem lesz. Vannak, akik úgy gondolják, hogy akkor lesz több pénzem, ha minél több emberen átgázolok. És ezáltal minél magasabb karriert érhetek el, és azáltal több pénzem lesz. Vannak, akik úgy gondolják, mint amit mondtam, hogy minél többet dolgozok, annál több pénzem lesz. Na most lehetne még itt sorolgatni, hogy hogy gondolkodnak az emberek, a nagy általánosságban ez körülbelül belefér, ez a pár dolog. Ez nem így működik. Hanem úgy működik, hogyha olyannal foglalkozol, amire másoknak nagyon szüksége van, akkor soha nem lesz pénzügyi problémád. Világos ez? Tehát, hogyha te közvetlenül olyan dologgal foglalkozol, amire másoknak szüksége van, akkor soha nem lesz pénzügyi problémád. Ha olyan dolgokra foglalkozol, amire kevésbé van szükség, vagy etikátlan. Most az etikátlan dolog, csak bizonyos embereknek van szüksége etikátlan dolgokra. A legtöbb embernek nem, nincs szüksége. Akkor persze, hogy az embernek soha nem lesz annyi pénze, hogy teljes anyagi biztonságban legyen. Soha. De hát a legtöbb ember még azt se tudja, mi az, hogy anyagi biztonság. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az az anyagi biztonság, hogy van egy biztos, vagy viszonylag biztosnak tűnő jövedelme. És mi van akkor, hogyha az megszűnik? Akkor egyik hónapban volt biztos jövedelme, a következőben meg már nem. És akkor mit fog csinálni? És néz körül, a legtöbb ember pontosan ezt csinálja. Hogy
azért érzi magát anyagi biztonságban, mert jó jövedelme van. Most mindegy, hogy alkalmazottként nézzük az illetőt, vagy egy vállalkozót nézünk, ő azért érzi biztonságban magát, anyagi biztonságban, mert az átlagnál több, jóval több a jövedelme. Nem ez a biztonság? Akkor ugye vannak más emberek, akiknek az a biztonság, hogyha minél több anyagi java van. Ezáltal mit tudom én, vesz ingatlant, vagy hoteleket, vagy vállalatot, vagy céget, érted? És akkor onnan jön a bevétel, és akkor ő anyagi biztonságban van. És mi van akkor például, hogyha azonnal kell komolyabb összeg? Akkor mi, eladja a vállalatot, vagy eladja a hotelt, vagy eladja az ingatlanjait? Akkor mit csinál? Jó kérdés, nem? Szóval lényeg az, hogy itt van ez a terület, csak egy terület a 10-ből. Hát csak ezt az egy területet megnézzük, az emberek túlnyomó többsége abszolút nem úgy gondolkodik, mint ahogy kellene. Tehát ha az ember olyan dologgal foglalkozik, amire másoknak nagy szükségük van, akkor nem kell attól tartani, hogy ez megszűnik. Egy. Világos ez? Na most az embereknek mindig olyan dologra van szükségük, ami etikus. Kettő. Oké? Tehát ha az ember egy kicsit is olyan dologgal foglalkozik, ami nem etikus, akkor ne csodálkozzon, hogy nem lesz biztonságban. Azon túlmenően az ember ne csak annyi pénzt teremtsen, amire szüksége van, hanem azon túlmenően legyen annyi bevétele, amiből tartalékot tud képezni. Ezt úgy hívják, hogy likviditási tartalék. Tudjátok, mikor tanultam én ezt, és gyakorolnom kellett? 94-től, amikor pénzintézetvezető lettem, és a pénzintézetben, önkéntes nyugdíjpénztár volt egyébként, Magyarország legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztárával sikerült tenni vezetésem alatt. Tehát lényeg az, hogy ott likviditási tartalékot kellett képezni. Tehát úgy kellett befektetni, hogy különböző tartalékok is legyenek, és különböző olyan befektetéseket kellett intézni, ami hosszú távú, középtávú, rövid távú, tehát azt jelenti, hogy de a likvid, azt nem tudom, tudod-e mit jelent a likviditási tartalék, hogyha bármi baj van, azonnak pénzhez tudsz jutni. Világos ez? Nem úgy jutsz pénzhez, hogy mint amit rengeteg vállalkozó csinál, hogy nincs likvid tartaléka, és ha bajban van, akkor fölvesz hitelt. Hanem úgy, hogy az embernek van olyan tartaléka, amivel bármit át tud hidalni. Világos ez? Na most ugye ez is gond sok esetben, hogy hát hogy lehet, ugye, meg mennyit kellene, hogy lehet megoldani, meg mennyi legyen ez a tartalék, stb. Stb. Hát ugye ezt régen tanítottam, régebben még, ugye a Covid előtt, hogy legyen, tehát annyi jövedelmed legyen, hogy tudjál annyi tartalékot képezni, hogyha 3 évig egy forint bevételed nincs, akkor is megélj. Na most, miért mondom ezeket? Ugye én megéltem egy olyan világot,
ahol ha valaki elment dolgozni, jó, nem én korosztályom már, de mondjuk az előttem lévő korosztály, tehát én ezt láttam, hogy az így működött, tehát az előttem lévő korosztály, tehát a szüleim korosztálya elment dolgozni, és onnan elmehettek nyugdíjba. Az nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen munkahelyen dolgozott, de nekem nem egy, meg nem két ismerősöm, meg rokonom dolgozott olyan munkahelyen, hogy elment oda dolgozni, és 30 vagy 40 év múlva onnan ment nyugdíjba. Na most ez a fiataloknak, akik a mostani világban születtek, tehát a mi gyerekeinknek mondhatnám azt, mivel ők nem éltek meg olyan korszakot, amikor így dolgoztak emberek, azt gondolják, hogy nem is volt ilyen. Tehát az utánam következő generáció, ugye utána már két generáció van, csak úgy mondanám. Tehát az utánam következő generáció az nem élt meg olyan dolgokat, amit mi megéltünk. Már felnőttként. Tehát nem mindegy, hogy gyerekként élsz meg egy korszakot, vagy felnőttként élsz meg egy korszakot. Én 10 évig dolgoztam az előző korszakban, érted? A rendszerváltozás előtt. Tehát magyarul én felnőtt voltam már akkor is, mikor még nem volt rendszerváltás. Tehát én tudom, milyen volt a rendszerváltás előtt. Na most én biztos vagyok benne, hogyha mondjuk a gyerekednek tanítják most a történelmet, úgy leértékelik a szocializmust, mint a húzat. Ebben én tuti biztosra veszem. Főleg a drága, szép kapitalizmushoz képest. Igaz, hogy a szocializmusban meg a kapitalizmust értékelték le, de az egy dolog. Na most, tehát nem visszasírja az ember a szocializmust, nem, ne gondolj ilyent, még véletlenül se, csak tudjuk, hogy ugye az én korosztályom, aki még megélte felnőttként, vagy már megélte a felnőttként a szocializmust, az tudja, hogy milyen volt. Meg tudja, hogy ez a rendszer milyen. Ezáltal van összehasonlítási alapja. A fiataloknak, akik nem dolgoztak abban az időszakban, nincs összehasonlítási alapjuk. Tehát én sokkal jobban élek, mint akkor. De a lakosság nagy része sokkal boldogabb volt akkor, mint most. Érted? Tehát le van értékelve egy társadalom, ugye, mert egy másik fajta társadalmi formában élünk, és közben ott sokkal boldogabbak voltak az emberek, mint a mai társadalomban. Tehát az ottani 20 évesek vagy 25 évesek sokkal boldogabbak voltak, mint a mostani 20-25 évesek. Érted? Az akkori 40 évesek sokkal boldogabbak voltak, mint a mostani 40 évesek, és így tovább. Na most egy társadalmat úgy kell értékelni, hogy hol voltak boldogabbak az emberek. Nem úgy, hogy hol költhettek többet, meg hol utaztak többet, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hol voltak boldogabbak. Mit jelent a boldog? Az azt jelenti, hogy összeültek emberek, például mit tudom én, bármikor összeültünk rokonokkal, barátokkal, akármi, és vidáman működtünk, érted? És mit tudom én, mondjuk baráti társaság összejött, és táncoltunk, érted? Most egy baráti társaság összejön, táncolnak otthon. Hol látsz ilyet? Azt nem tudom, tudod-e, hogy a tánc az egy vidámság. Tehát magyarul olyan messze állnak az emberek a vidámságtól, mint Bakú Jeruzsálemtől. Érted? Tehát egy olyan társadalomban élünk, csúnyát fogok mondani, búval baszott emberek vannak. Érted? Mondhattam volna szépen is, búval bélelt, de direkt így mondtam. Azért, hogy észbe kapja, meg odafigyelj a szóra. Ha esetleg közben szúdikáltál volna.
Dögd meg. Jó, szóval lényeg az, hogy tehát mondom, nem azért mondom, hogy visszasírnám, nem, mert szó nincs róla. Tehát én nekem mindig olyan életem volt, hogy sose sírtam vissza semmilyen múltat, érted? Sose. Én mindig jól éreztem magam a jelenben, így van, a jelenben. Nem vágytam, hogy majd jobban fogom érezni magam a jövőben, nekem mindig élveztem a jelent. És nem így kellene élni, hogy az ember élvezi a jelent. Úgy kellene, nem? De annak vannak feltételei, hogy az ember élvezze a jelent, nem? Tehát gondold végig, mondjuk az első feltétele annak, hogy élvezni tud a jelent, az, hogy hogyan viszonyulsz önmagadhoz. Belenézel a tükörbe, és milyen embert látsz, érted? Amikor belenézel a tükörbe, akkor elfancsalodsz, vagy mosolyogsz, gondold végig. Tehát úgy magadtól, nem úgy, mert most tanulod, hanem úgy magadtól. Hát melyik a jobb? Gondold végig. Tehát melyik a jobb, ha mondjuk büszke tudsz magadra lenni, vagy azt mondod, hogy na, szembenéz velem egy hülye. Mármint a tükörbe. Hát melyik a jobb? Hát ugye nem kérdés, gondolom. De mi hozza azt, hogy az ember jól érezze magát a bőrében? Itt van ez a 10 terület. Ezen a 10 területen az eredmények, érted? Az eredmények hozzák. Jó? Tehát, hogy ezeken a területeken eredményeket érj el. De bárhol az életedben, gondold végig, értél már el úgy eredményt, hogy nulla tudással? Hát persze, el lehet érni rossz eredményt, érted? De jó eredményt biztos nem. Mert a rossz eredmény is eredmény, nem? Mikor valaki megbukott, mikor iskolába járt, az is egy eredmény volt, nem? Hát csak ez éppen egy nagyon rossz eredmény volt. Tehát nyilvánvaló, hogy az ember arra törekedjen, hogy minimum jó eredmény, nem? És most nem tanulásra gondolok, hanem úgy az életben. De ha lehet, akkor miért ne lehetne kiváló eredményt elérni, nem? Nem azt mondom, hogy 5 csillagos ötös, érted? Hanem legyen tényleg jó, nagyon jó eredmény. Miért ne lehetne? Na most ennek pedig feltételei vannak, és itt ezek elsősorban a feltétel. De ha nincs eredmény az életedben, nem leszel magadra büszke, érted? Nem leszel magadra büszke. Ha nem tudsz létrehozni eredményeket, akkor nem tudsz magadra jó szemmel nézni. Akkor nem lesz önbizalmad, önbecsülésed, önértékelésed. Annak alapfeltétele, hogy eredményeket érj el. Hát például, hogy nyilvánvaló nem mindegy, hogy valaki jól bánik a párjával, vagy nem, nem? Vagy mindegy. Hát az is egy jó eredmény, ha valaki jól tud bánni a párjával, nem? Vagy ha szüleivel jól bánik, tehát teljesen jó kapcsolata van a szüleivel, érted? Az egy eredmény. Ha például valakinek jó kapcsolatai vannak a gyerekeivel, érted? Az is egy eredmény. Az is egy pozitív eredmény, egy jó eredmény. Vagy, mit tudom én, másokkal jól tud bánni. És ezáltal ez is egy eredmény, hogy másokkal jól bánik. Vagy a munkájában kiemelkedő, érted? És az is egy eredmény. Hát ugye az pénzről beszéltem az imént. Környezetével jól bánik, a hatóságokkal, ha netántán valami van, akkor teljesen jól tud bánni. És hát nem elvetendő, hogy az ember
jól bánjon a saját Istenével. Na most szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki hisz valami felsőbb lényre, azt tegye már lényben, tegye már föl a kezét. Oké. Most, hogy most az angyal vagy Isten, nekem mindegy, de felsőbb lényről van szó, jó? Na most, akkor ugye megkérdezném, hogy hány helyen tanítják például azt, hogy hogyan érd el azt, hogy képes legyél vele kommunikálni. Nyilván azt fogja tanítani ilyeneket, aki ezt csinálja. Nyilván aki ezt nem csinálja, az nem tudja ezt jól tanítani. Érted? Mert csak azt tud valamit jól tanítani, akinek abban gyakorlata is van. Világos ez? Tehát úgy tanítani valamit, hogy mit tudom én, könyvből kiollózom, és akkor elméletet átadom, az édes kevés. Érted? Vagy mert nekem is tanították, de hát én sose csináltam azt, amire tanítottak, de azért én is tanítom. Csak azért, mert rengeteg ilyen tanító van. Tehát nem lenne jó például, hogy mondjuk képes lennél avval a felsőbbrendű lénnyel a jövőben kommunikálni, akiben hiszel. És ezt tanították az iskolákban. Nem. De ha megnézed, sok olyan tanítót ismersz a bolygón, aki tud ilyeneket tanítani. Tehát például ezt konkrétan. Hogy hogyan jussál el oda, hogy képes legyél arra, hogy kommunikálj a teremtőddel. Hányról tudsz? Hát ha valaki sokról tud, akkor biztos, hogy nem tud 10-nél többről. Az egész bolygón, érted? Itt van 8 milliárd ember, és abból van mondjuk 10 ember a bolygón, aki erre képes, és ezt csinálja is. Érdekes, nem? De aki ténylegesen képes rá, most úgy értve. És nem tartja titokba, hanem tanítja. És ezt miért mondom? Mert én nekem van kommunikációm a teremtőmmel, és tudom tanítani. És tudom, hogy hogy működik ez az egész, és hogy lehetett ezt elérni, és hogy lehet bárkinek elérni. Tehát ez nem olyan, hogy, tehát ne értsétek félre, ez nem olyan, mint hogy megtanítottak téged írni, és akkor onnantól kezdve tudsz írni. Ez nem olyan. Tehát írni az nem tud a kezével, akinek nincs keze. Világos ez? De a teremtővel való kommunikációnak nem az a feltétel, hogy megtanítottak rá, hanem az a kérdés, hogy akar-e veled kommunikálni. Közvetlenül, érted? Kommunikáció van, csak nem közvetlen, hanem közvetett. De az a kérdés, hogy akar-e veled kommunikálni a teremtőd. Vagy az a felsőbbrendű lény. Ez a kérdés. Mert hiába akarsz te, ha ő nem akar veled. Hát ugye tudjuk, hogy a kommunikáció az két irányú, kell egy küldőfél, meg egy fogadófél, nem? És ha a fogadófél nem vevő, vagy a küldőfél nem küld, akkor az nem jön létre, az a kommunikáció. Világos ez? A reklám az egyoldali kommunikáció. Ja? Amikor csak bombázol reklámokkal embereket, vagy a tévében látod, hogy bombáznak téged, az egyoldalú kommunikáció. Az olyan, mint mikor úgy vadásznának, hogy állnak az apsik a erdő szélén, és géppisztollyal lövik az erdőt, hát ha belemegy egy vad. Oké? Ez szó szerint a reklám ilyen.
Szóval gondold végig, itt van egy alap dolog, ami meghatároz mindent, hogy önmagaddal kapcsolatban hogyan állsz. De még egyszer mondom, hogy annak az az előzménye, hogy önmagaddal hogyan állsz, hogy az életben milyen pozitív eredményeket tudtál elérni. Érted? Ez a kulcskérdés, és nem az a lényeg, hogy hó, hát 20 évvel ezelőtt, hanem mondjuk tegnap, vagy egy héttel ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt. Érted? De nem egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt. Tehát ezért gondold végig, nem kellene az embernek olyannal foglalkozni, amiből eredményeket tud látni rendszeresen. Nem kellene? Tehát az nem igazi eredmény, ha végig gondolod, mert akkor ez látnád, ha igazi eredmény lenne, hogy elmegy az ember a munkahelyre, elvégzi a munkát, és megkapja érte a fizetést. Attól még nem láttam, hogy valaki munkahelyen dolgozik, hogy olyan nagyon nagy mértékben megnőtt volna az önbecsülése, önértékelése, önbizalma. Én még ilyet nem láttam. Pedig milliók, tízmilliók, százmilliók dolgoznak munkahelyeken, érted? És nem láttam, hogy a munkahelyen dolgozás megnövelte volna bárkinek is a önbizalmát, önértékelését és önbecsülését. Tehát mi az, ami meg tudja növelni? Amit te hoztál létre. Érted? Amire azt tudod mondani, hogy na, ügyes voltam. Érted? Vagy azt tudod mondani, hogy okos voltam. Mindegy. Érted? Na most a munkahelyeden, meg ha nagyon ügyes vagy, nem biztos, hogy jó a kollégáknak. Mert akkor elkezdik magukat hozzád mérni. És azt tudod, mi a baj? Az, hogy nem ők emelkednek hozzád, hanem megpróbálnak téged lehúzni arra a szintre, ahol ők vannak. Világos ez? Szóval egy olyan világban élünk, ami tudás nélkül, a mai világban, ha azt gondolja valaki, hogy lehet majd boldogulni, akkor óriási tévedésben él. Óriási tévedésben. Tehát ennyire kiszámíthatatlan világunk, ami most van, sose volt. Azt nem tudod kiszámolni, hogy mi lesz egy hét múlva. Érted? Hogy milyen újabb valami olyan rendeletet hoznak, amivel itt-ott, amott megint korlátoznak. Érted? Tudod előre? Nem. Teljesen kiszámíthatatlan az egész. Valaki tudja előre, hogy lesz most karácsonyi valódi ünnepek, vagy csak ugyanolyan, mint tavaly. Tudod előre? Nem. Pedig karácsony már itt van két hónap múlva. Érted? És fogalmad nincs. Fogalmad nincs. És lehet, hogy mit tudom én, két héttel azelőtt is, karácsony előtt is ugyanezt fogjuk mondani, hogy fogalmunk nincs. Tehát egy olyan világban élünk, ami soha nem volt. Soha nem volt egy ilyen kiszámíthatatlan világ. Érted? Nem tudod, hogy min változtatnak akár holnap. Tehát fogják hasukra ütni, és holnap megváltoztatják. Érted? És akkor holnap éjfélkor megjelenik a közlönyben. Érted? Szóval mondom, ilyen világ soha nem volt. Volt, persze ott is időnként kiszámíthatatlanság, mert mondjuk az adó jogszabályokat elég sűrűn változtatták. De most meg mindent változtanak. Mondod végig. Hát most sok ember boldog. Sok olyan embert ismerek, hogy abból a szempontból boldog, ebből,
hogy például nem kell fizetni a törlesztő részleteket. De azt senki nem gondolja, hogy közben az kamatozik, az az összeg, ami ott van benne. És neki, mikor vége lesz a moratóriumnak, mert egyszer vége lesz, akkor onnantól kezdve több lesz a tartozása, mint mikor elkezdődött a moratórium. Érted? És az azt jelenti, hogy jóval többet kell majd neki visszafizetnie, mint tudom én, ha mondjuk 5 év volt még hátra, akkor jóval többet kell abban az 5 évben kifizetnie. Mert közben minél hosszabb a moratórium, és ő nem fizeti a tartozását, annál nagyobb a kamat rá. Az összeg, nem a százalék, az összeg. Hát nyilván kamatos kamattal a bank föl fogja számolni azt, ameddig nem fizette. Tehát mit tudom én, valakinek van benne mondjuk 5 millió forintja, amit még ki kellett volna fizetni, akkor majd csodálkozva fogja látni, hogy jé, már nem 5 millió van, hanem 6. Csak most mondtam valamennyit. És nyilván 6 milliót nem azzal az összeggel kell fizetni. És akkor majd jönnek a különböző megoldások, hogy akkor növeld meg a futamidőt. Érted? És akkor nem kell többet fizetni, csak nem 5 év alatt fogod visszafizetni, hanem mondjuk 8 év alatt, vagy 7 év alatt. Érted? És ha megnézed, most emiatt, hogy az embereknek nem kell törlesztő részletet fizetniük, mit csinálnak? Szórják a pénzt. Tehát rengeteg családban felszabadult több tízezer forint. Vagy a nagyobb hiteltörlesztések esetén 100-200 000 forint felszabadult havi szinten. Szerinted azt mit csinálnak? Fogják, félrerakják tartalékba, hogy majd vége a moratóriumnak, akkor majd fizetek belőle. Akkor, ha ezt csinálta volna, akkor is rosszabbul jár. Mert az az összeg, amit félrerak, az nem fog olyan mértékben, összességében pénzt hozni, mint ami bent van a bankba, és tartozásként ott kamatozik, mert az egy nagyobb összeg. Érted? A te havi 100 000 forintos törlesztő részleted, az nem kamatozik annyit havonta, mint egy 5 millió forint. Tehát aki azt csinálta volna esetleg, hogy fogja, és nem fizeti a törlesztő részletet, és félrerakja a pénzét, semmivel nem jár jobban, mint azok, akik nem fizetik. Tehát azok jártak jól, akik fizették tovább. Na most gondold végig, hányan csinálhatták, az biztos, hogy a többség azt csinálta, hogy fogta és nem fizette tovább. Aha, és szépen elköltötte azt a pénzt, amit fizetett volna. Tudod, mekkora cumit fognak kapni? Ez a cumi a lónak a izéjével egységes lesz, érted? Gondold végig. És ez megint mi? Tudás? Nulla. Például a pénzügyi téren. Nulla. Nulla. Gondolkodás? Egyes. Nulla. Hát eddig valaki törlesztette ugye tavaly márciusig a törlesztő részleteket, akkor tudta volna utána is. Szóval, hogy megvannak cumisztatva az emberek, érted? Azért, mert meg lehet őket, mert nincs tudásuk rá, érted? Egy olyan embert, akinek van tudása, nem lehet megcumisztatni. Mert átlátja a cumin. Na most gondold végig, hogy ugye meddig, mit mondtam, meddig lesz ez a moratórium? Azt mondtam januárban, hogy 2 év. Ami azt jelenti, hogy még 1 év se járt le belőle. De ugye miért mondtam, hogy 2 év? Mert
gyakorlatilag tavaly utolsó törvényként hoztak egy olyan rendeletet, nem törvény, rendelet, tehát rendeletet, hogy a veszélyhelyzet alatt hogy lehet építkezni. Érted? És azáltal a veszélyhelyzetet fenn kell tartani. Meddig? Azt is mondtam, 2 évig. Onnantól. És mivel január 1-ével, ha jól emlékszem, lépett ez a jogszabály életbe, ezért ugye idén január 1-től számíthatunk még a veszélyhelyzetre 2 évet. És addig fönn fogják tartani. És addig marad a moratórium, és addig gyönyörűen 3 évig kamatozik az a lóvé, ami bent van. Tudod, mennyit fog 3 év alatt kamatozni? Üzleti kamattal. Meg inflációval, így van. És ebben a 3 évben volt, nem, igen, vagy nem ebben, hanem még ami lesz, ugye, még 1 év, így ebben a 3 évben soha nem látott mértékű infláció, jó, nem azt mondom, hogy soha, de az én életemben nem látott infláció van. Hát gondold végig, elmentem tankolni, mit tudom, 5-20 ért, utána elmentem következő tankolás 5-70. 50 forint emelkedett. Emlékeztek, hogy beszéltem arról, hogy hogy működik az infláció? Emlékeztek? Hol beszéltem erről? A klubban? Szerintem a klubban beszéltem, nem? Tehát ugye tudod jól, hogy ez úgy működik, hogy az ember, tehát az infláció úgy működik, tehát azért jön létre az infláció, mert vannak a termékek, meg a szolgáltatások, mindegy. És a termékeknek, szolgáltatásoknak van egy egymáshoz viszonyított ára. Tehát egymáshoz viszonyított ára. Tehát mit tudom én, mondjuk, mondjuk ha veszel egy tévét, mondjuk egy 80 centis tévét, abból hány kenyeret tudnál venni? Érted? Tehát van egy viszonyítás a kettő között, és ha az egyiket megemelik, akkor a másikat is meg kell emelni, mert különben az kevesebbet ér. Érted? És ezáltal, hogyha sok terméket megemelnek, valamilyen oknál fogva, akkor az összes terméket hozzá kell emelni azokhoz a termékekhez, mert különben fölborul az áregyensúly. És akik ugye az nem áremelt termékeket gyártják, azt fogják érezni, hogy hát az ő termékük sokkal olcsóbb a többi termékhez képest, érted? Arányaiban nem ér annyi. Nem az a baj, hogy valami olcsó, hanem egy olyan világban élünk, hogy az ár határozza meg egy terméknek az értékét, érted? És nem az érték határozza meg az értéket, hanem az ára határozza meg az értéket. Világos ez? És ha valami olcsó, akkor annak kevesebb az értéke. Világos ez? Hát nézd meg, hát ez pont így működik, bármit leértékelnek, ott van benne az értéke, lement. Oké? Okay? Tehát mit tudom én, mondjuk veszel egy aranygyűrűt, utána vennél egy másik aranygyűrűt, ami hasonló féláron, akkor az azt jelenti, hogy lement az aranynak az értéke. Érted? Tehát ez így működik. És onnantól kezdve, hogyha termékeket fölemelnek, mert egy terméket fölemelnek, jó, az belefér.
De amikor tucatját emelik fel a termékeknek, akkor jó, ha tudod, hogy minden terméket hozzá fognak emelni. És vajon a fizetésed emelkedik úgy, mint ahogy a termékek ára? Hát ez azt jelenti, tudod, az a baj a termékeknél, hogy az alapanyagárak is felemelkednek ezáltal. Tehát nem csak maga a termék, hanem az alapanyagár. Tehát magyarul a gyártónak nem sokkal lesz több haszna, vagy nem is lesz több haszna azáltal, hogy fölemeli a termék árát. Mert az alapanyagár, meg mit tudom én, a rezsidíj fölemelkedik, tehát micsoda, mit tudom én, mondjuk az üzemanyag, tehát szállítás, stb. Stb. Tehát az egyéb költségek, az áram, stb. Gáz, stb. Minden fölemelkedik, érted? És gyakorlatilag nincs több haszna. Tehát ha nem csinálja meg az áremelést, akkor is fölemelkednek az alapanyagárak. És akkor meg mi lesz a hasznával? Tehát így alakul ki az infláció. És ugye ez azt jelenti, hogy ha infláció van, a fizetésed soha nem fogja követni az áremelkedést. Tehát a legtöbb vállalkozásnál is a bevétel nem követi az áremelkedést. Tehát gondold végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol hogyha te nem tudsz dolgokról, és elhiszel mindent, amit médiában mondanak neked, akkor brutális lesz a jövőd. Érted? Szó szerint. Szó szerint. No, hát ennyi fért bele itt az első részbe. Arról, hogy hogy lehet itt tanulni, nem is mondtam semmit. Meg, hogy mennyiért lehet itt tanulni. A legkedvezőbb feltételekkel. Jó? Maradjunk ennyiben. Lehet itt tanulni. Nem véletlen, mi nyújtjuk a legtöbb ilyen képzést ma Magyarországon. Tehát legtöbb embernek, úgy értve. Az ilyen típusú képzést. Nézz utána a weboldalunkon, megtalálod. Hát nyilván úgy, hogyha beregisztráltál és be tudsz lépni a weboldalra. Maguk a képzések azok felvételről is igénybe vehetők. Le is lehet akár tölteni. Jó, stb. Stb. Nézz utána. Vagy az ajánlótól kérdezősködj. Jó? Hogy hogy lehet itt tanulni. De ha nem fogsz tanulni, nagy bajba fogsz kerülni. Mert ebben a világban azzal a tudással, amivel még valamilyen szinten elboldogultak az emberek 2-3-4-5 évvel ezelőtt, most már nem lehet. Nem a jövőben nem lehet, most sem lehet. És nem mindegy, hogy hogy tanulunk. Hogy magányos farkasként, vagy egy közösségben, ahol az ember ráadásul még jól is érzi magát. Egy olyan közösségben, ahol szeretik. Érted? És az embernek fontos az, hogy legyen valahol, ahol szeretik. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!